érkezik a következő adag díszlet, és nagyjából látni fogjátok, hogy egy olyan sorozatról van szó, pontosabban animéről, ami szerintem nagyon sokunknak a gyerekkorát meghatározta. Látta valaki az Inuyasha animét? Szeretitek még mindig? Én is végignéztem, még nemrég néztem végig újra mind a 200 részt. És négyes sorszámú csoportunk, akiknek ez volt a célja, hogy kicsit visszanyúljanak így a gyerekkorba, és elhozzák ezt a nosztalgikus animét. Leskovics Eszter és Boda Norbert, Inuyasha-ból Inuyasha, illetve Kagome per Kikyo. Na végre! Ennek segítségével végre egészen szellemmé változhatok! Inuyasha! Kikyo... Miért? Hogy tehetted ezt velem? Miért? Ezért az égkőért. Ezért történt minden. Magammal viszem a más világra. Biztosan beleestem a kútba. Ki kell jutnom. Segítség! Segítség! Érzem a szagát. Annak a vérét, aki megölt engem. Közeledik hozzám. Hiszen ez egy fiú. Ha-ho! Mit csinálsz itt? Na hát, olyan füle van, mint a kutyáknak. Megnézem, igaziak-e. Üdvözöllek, Kikyo. Hogy? Ez tényleg megszólalt? Hát te élsz? Há? Elég érdekesen nézhetek itt ki. Az a Kikyo, akit én ismertem... Elég volt. Akárki is az a Kikyo, az biztos, hogy nem én vagyok. Az én nevem nem Kikyo, hanem... Nem kell megmondanod nekem, hogy ki vagy, mert érzem a szagodat. És a szagod alapján nem lehet más, mint... Há? Te nem Kikyo vagy. Oh. Tudom, mert az én nevem Kagome. Kagome. Igazad van, Kikyo szebb volt. Sokkal szebb. Oh. Húzd ki a nyilvesszőt a vállamból. Akkor ki tudod húzni ezt a nyilvesszőt, vagy nem? Várj! Megpróbálom! Inuyasha. Nem lát senki. Gyerünk haza. Hová sietsz, Kagome? Itt maradsz. Nem mész sehová, amíg össze nem gyűjtöttük az égkő szilánkjait. Erre nekem nincs időm. Az én évszázadomban a korombeli lányok iskolába járnak, és holnap dolgozatot írunk. Mostanában annyira elhanyagoltam a tanulást, hogy a végén még megbuktatnak. Hé, hát te meg mit csinálsz?
Szerinted mit csinálok? Befedem a kutat egyszer s mindenkorra, hogy ne mehess át folyton a furcsa kis világodba. Viszlát, új világ! Fekszik! Fekszik! Itt maradsz! 3 nap múlva jövök, és meg ne próbálj követni! Nagy tapsot kérünk szépen az Inuyasha csapatunknak. És hát látjátok, hogy nagyon ötletes megoldásokkal készül egy-egy csapat. Én láttam minden lántról, de például, hogy ti láttátok a világítós nyakláncot. Tehát, hogy tényleg világít a nyaklánc, amikor elhangzik a fekszik szó. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem az ilyen ötleteket, tehát abszolút ötletes.